A felújított új levéltárat ünnepélyesen is átadták. Az eseményen kint jár stábunk, és most ebből láthatnak egy összefoglalót. Egyre többen lépik át a levéltárak kapuit, hogy korabeli források tanulmányozása közben elmélyedjenek hazánk történelmének meghatározó korszakaiban, eseményeiben, vagy éppen megismerjék őseik, felmenőik históriáját. Emelte ki ünnepi beszédében Latorcai Csaba János, az Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkára. Jelenünk és jövőnk nemzetépítő alakításához elengedhetetlen régmúltunk tényszerű feltárása, ápolása és gondos megőrzése a jövő generációi számára. Magam is vallom Szent István királyunk azon hitvallását, amely az 1009-ben kelt veszprémi adománylevélben olvasható, aki a múltat nem ismeri, a jövőt nem érdemli. Ennek a szellemiségnek a jegyében tartotta fontosnak Magyarország kormánya, hogy Makó városával összefogva biztosítsa a Csongrád megyei levéltár makói levéltára új épületének kialakítását, továbbá az archívum elhelyezéséhez szükséges eszközök beszerzését. A közös projekt megvalósítását a kormány 130 millió, Makó város önkormányzata további 20 millió forinttal támogatta. Így kerülhetett kialakításra a védett homlokzatú villaépület és pavilon épület mellé egy új épületrész, amelyben a 21. század kihívásainak mindenben megfelelő galéria raktár kapott helyet. Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója dicséretesnek nevezte a makói intézményt, és mint fogalmazott, büszke lehet a város, hogy ilyen értékkel rendelkezik. Megnéztem mindent, akkor azt mondtam, hogy bár minden levéltárunk így lenne. Hogy tudják egyébként, hogy mekkora levéltáranyagról beszélünk, magyar nemzet szempontjából a nemzeti levéltár 84 telephelyen, ezek között vannak ilyenek, mint a makói levéltár, de vannak természetesen megyei levéltárak, és hát az országos levéltár is, mint a legnagyobb gyűjtemény, összesen 300 kilométer iratot őriz. És nagyon fontos, hogy ezek az iratok fennmaradjanak, mert a legelső időszaktól kezdve, ahogyan az írásbeliség kialakult Magyarországon, onnantól kezdve fontos az, hogy az irataingat megőrizzék, megőrizték az elődeink is. Higgyék el, ezt el szoktam mesélni, hogy amikor menekülnie kellett mondjuk egy nemesnek tatárdulás törökvész elől, soha nem az aranykupákat, meg a drága ruhákat, meg a kardokat vitte magával, hanem amit biztos, hogy beventett ide a szíve fölé, azok a zoklevelei voltak. Mert akárhogy alakult a helyzet utána, azzal tudta igazán, hogy ő neki jussa van arra a földre, arra a területre, amit valamikor a királytól kapott. Az ünnepségen egy fiatal Czóbel Minka Anyaföld című versét szavalta el. Áldott jó anyaföld, bele-bele mélyed életem gyökere. Onnan száll az élet erejébe vissza. Kivirágzik szépen magányos szívemnek egy-egy énekében. Érzem illatodnak reszkető páráját. A tavaszi napon barázdákba szántják kedvedet az ekjük. A 21. századi épületegyüttest Bíró István, a görögkatolikus parókus áldotta meg. Majd ünnepélyesen átadták a makóiaknak az intézményt. Az érdeklődők körbejárták a modern főépületet, ahol Urbancsok Zsolt, a levéltár vezetője mutatta be a levéltári galériát. Ahol mi most vagyunk, az egy levéltár galéria lényegében. A villaépületnek volt egy olyan helység, amivel túlságosan sokat nem tudtunk kezdeni, ezért kiegészítettük, és egy ilyen 8 szögletű teret kaptunk. Kialakítottuk ezt a galériát, és az első kiállításunkat azt rögtön installáltuk is, ami kedvelt híveink címet kapta. Maga a kiállítás röviden arról szól, hogy ugye Ferenc József minden évben, mikor összeírta az országgyűlést, akkor uralkodói levelet küldött az avatvalókhoz, így a makóiakhoz is. Ezeket mindig a templomok előtt hirdették ki. És ezeket a leveleket az uralkodó mellett az éppen aktuális miniszterelnök is szignálta. Ez egy nagyon értékes gyűjtemény, a kiállítást megtekintő makóiak, azok megcsodálhatják Andrássy Gyula, Tisza Kálmán, Tisza István, Szél Kálmán, Szapári Gyula, Vekerle Sándor aláírását többek között.
A főépületből az iratanyagraktárba vezetett az útja az ünneplő közönségnek, ahol Lázár János országgyűlési képviselő emlékeztetett arra, hogy még 2014-ben a városvezetéssel közösen arra vállalkoztak, hogy újjászervezik a polgári makót, mely kezdeményezésnek ez a most átadott létesítmény is szerves része. Hiszen polgárhely és egy polgárváros volt mindig is Makó közössége, és ennek a polgári kultusznak és kultúrának az írott örökségét is szerettük volna jó helyre helyezni első lépésképpen a múlt megőrzése, megismerése és megismertetése okán. Itt szeretném azt elmondani, hogy máig nem kellőképpen kutatott és fölrajzolt az a fantasztikus polgári kultúra, ami ezt a várost a két világháború között és az első világháború előtt jellemezte. Ma Makó városa egy város Csongrád megye városai között, de Makó városa az első világháborút megelőzően a Csanádi térség és Csanád megye központja volt, mind a fejlődését, mind a polgárosodását, illetően egy tipikus alföldi, mezővárosi, polgári, parasztpolgári, magyar zsidó szimbiózus eredményeképpen jöhetett létre ez a közösség. Ennek is emléket állít az igazgató úr egész munkássága. Az országgyűlési képviselő továbbá arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány szerette volna megadni Makónak azt a tiszteletet, ami jár, és úgy tisztelegni Csanád vármegye előtt, hogy 2020. július 4-től Csongrád megye felveszi a Csongrád-Csanád megye nevet.